Sziasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Ha akarnám, sem tudnám titkolni, hogy van némi közöm a JBL-hez. Persze nincsen semmiféle alvilági kapcsolatom, és nem is a gyártósoron dolgozom, vagy a kamiont vezetem, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy lehetőségem van nagyon jó hangfalakhoz hozzájutni bizonyos időközönként, ahogyan ezt már korábban is láthattátok. Ma ezúttal nem egy sima bluetoothos hangfalról lesz szó, ugyanis a JBL Tuner XL egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy rádióadásokat képes fogadni, és nem is akármilyen módon, illetve minőségben. A JBL nem nagyon tér el a hagyományoktól a csomagolást illetően. Itt is egy fehér narancssárgás dobozban kapjuk meg az eszközt, miután felnyitottuk a csomagolás elejét. Egy kis olvasnivaló fogad minket első körben, alatta pedig ott fog lapulni maga a Tuner XL. Felett egy kis papírdobozban még találunk egy hálózati adaptert, amelyhez több cserélhető fejet is mellékelnek, ami nem túl gyakori, viszont egy nagyon kedves gesztus a gyártótól. Már amikor megpillantottam az eszközt élőben, sejtettem, hogy ez nem valami gagyi konyhai rádió lesz, amikor pedig ki is emeltem a dobozából, a tömege pedig még inkább megerősített ebben, ugyanis több mint 1 kilót nyom, ugyanakkor a méretét tekintve mégsem akkora, mint egy ház, hiszen 15x16 cm széles, valamint magas, valamint 10 cm mély. Az eszköz alsó kétharmadát körbe a klasszikus JBL-es rács veszi körül, felül pedig üveg vagy üveghatású műanyag borítást kapott, míg a legtetején gombok és tekerők ilyen gumis benyomást keltenek. És ha már a tetejét említettem, akkor kezdjük is innen. A szemünket is ki fogja szúrni a bal és jobb oldalon elhelyezett hatalmas tekerő. Az előbbivel finom hangolni tudunk az állomások között, de teljes keresésre is van lehetőségünk, ehhez csak a közepén lévő scan gombot kell megnyomnunk. A második tekerő a hangerő szabályzó, mindkettő nagyon responszív amúgy, és a kis finom kis megakadások lehetővé teszik azt, hogy egy-egy pozíciót könnyebben megtaláljunk akár a keresésnél, akár a hangerő beállításánál. A két tekerő között van a ki- és bekapcsoló gomb, felette eléggé beleolvadva a környezetébe a Bluetooth és az FM rádió gombjai, alul pedig egyből 1-től 5-ig találjuk azokat a számokat, melyek hosszan megnyomva eltárolják az adott csatornát, amit szeretnénk elmenteni. A Bluetooth párosítása amúgy nagyon egyszerű, első alkalommal csak hosszan kell nyomjuk a gombot, telefonunkon megkeressük a Tuner XL-t, és már is mehet a zenehallgatás. Visszatérve a külsőhöz, az előső oldalán találunk felül egy eléggé nagy kijelzőt, amin a karakterek is eléggé méretesek, szóval hallgassuk akár saját zenét vagy rádiót, egy adott szám információit jól fogjuk látni, az tuti. Hátul találjuk az eléggé hosszúra kiúszható antennát, alatta pedig a Type-C-s töltőcsatlakozót, illetve egy 3,5 mm-es jack bemenetet, ami a mai világban egyre inkább ritkaság számba megy, szóval becsüljük meg. A rádió belsejében három nagyon fontos dolgot találunk, egy 10 wattos hangfalat, egy 11,7 wattórás lítium-ion akkumulátort és egy Bluetooth 4.2-es egységet. Ez utóbbi talán lehetett volna ennyi pénzért esetleg 5.0-ás is, de ha nem videóhangját akarjuk majd kihangosítani, akkor minden más célra a 4.2 is bőven meg fogja tenni. A laksia teljesen feltöltve kb. 15 órás zenehallgatást tesz lehetővé, persze attól függően, hogy milyen hangerőn szól, és hogy Korda Gyurit vagy mondjuk Linkin Parkot hallgatunk, a feltöltése pedig 4 óra alatt meg is van 0-ról 100-ra, szerintem ez abszolút korrekt. A használata a rádiónak nagyon egyszerű, csak meg kell nyomjuk röviden a bekapcs gombot, megvárjuk a JBL klasszikus indító dallamát, ami mondjuk az én rádióm esetében valamiért halk volt, miközben a zenék hangereje sokkal hangosabb volt, az a mód fog betölteni, amit legutoljára használtunk. Ha a rádióállomást szeretnénk keresni, akkor 175 és 240 MHz között DAB csatornák között tudunk fogni, persze a térségünkben van digitális rádiószolgáltatás, FM csatornákat pedig a klasszikus 87 és 108 MHz között. Mondanom sem kell, hogy ha van digitális rádiósugárzás a környéken, akkor mindenképpen a DAB-ot használjuk. Sokkal tisztább a hang, nincsen idegesítő sistergés, amikor mondjuk elmegyünk a készülék előtt, illetve digitális adók esetében látjuk az adott rádió nevét és az éppen játszott zene előadóját és a szám címét, persze ha a csatorna sugározza azt is. Bluetooth-on keresztül is nagyon jó hangja van a készüléknek, a csatlakozás pedig mindössze egy gombnyomás, mivel elsősorban rádiózásra lett kitalálva ez a hangfal, így olyan gombokat, mint a play, pause vagy előre-hátra tekerés ne keressünk rajta, mindent a telefonunkról tudunk irányítani, hogyha Bluetooth-on csatlakozunk. Sajnos ezek és az ehhez hasonló rádiók nem igazán elterjedtek hazánkban, de lehet a világ többi országában sem, valószínűleg a digitális lefedettség miatt is. Itthon is csak Budapesten és a környékén van elvileg, illetve ha az árcéduláját nézzük, valószínűleg a legtöbben arra gondolnak, hogy ennyiért már vesznek egy még komolyabb hangfalat, és telefonon keresztül nyomják a rádiót, ugyanis a JBL Tuner XL hazánkban olyan 45-50 ezer forinttól vihető el.
Első hangzásra persze ez rengeteg pénznek tűnik egy ilyen cuccért, de ha belegondolunk abba, hogy egy Flip 5 nem sokkal kerül kevesebbe, viszont ez nem képes rádiócsatornák vételére, akkor egy olyan embernek biztosan megéri, aki nap mint nap hallgatja a kedvenc rádióadóját vagy rádióadóit, és hát a hangzására biztosan nem lesz semmilyen panaszunk, mert elegendő basszus van benne, a hangok teltek, és nagy hangerőn sem torzít egyáltalán. Én ennyit szerettem volna mondani a JBL Tuner XL rádiós hangszórójáról, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra, ha pedig bármilyen kérdésetek, észrevételetek lenne, megírhatjátok a videó alatt kommentben, Facebookon, illetve a techbarat.hu oldalon is. Maradjatok velem, hiszen hamarosan érkezem újabb tesztekkel és élő játékokkal, addig is, sziasztok!